Sokat beszéltünk már korábban a kerékpár felépítéséről és beállításának fontosságáról. De ki beszél az emberi test felépítéséről és beállításának fontosságáról? Van a nyaki homorulat, van a háti domborulat, és van a ágyéki, tehát lumbális homorulat. És a kerékpáron ez teljesen felborul. Ezekről a domborulatokról és homorulatokról persze a legtöbb ember csak akkor vesz tudomást, amikor kiderül, hogy nem stimmel valami. De van innen felfelé? Van bringázás a műtéteken, kezeléseken túl? Nagyon komoly gerincsérülések után is, gerincszeredetű panaszok után is vannak kerékpárosok, akik utána ugyanúgy profi szinten nyomják, és panasz nélkül nyomják. Mielőtt mindenkit lehangolnánk tehát, hangoljuk össze a testünket a bringával. Erre pedig a következő epizódokban is vissza fogunk térni. András igazi kettő az egyben arc. Gyógytornász, aki komoly bringás múlttal is rendelkezik. A mi emberünk. Nekem az volt, hogy Tour de Hongrie előtti nap voltak még vizsgáim, azt lenyomtam, és akkor hazamentem, bringa letisztít, és másnaptól verseny. Ez nálam így ment egy jó pár éven keresztül. Miért lettem gyógytornász? Ez igazából nem egész család egészségügy is. Én tudtam, hogy engem érdekelnek a sportok, tudtam, hogy érdekel az egészségügy is, és ebből valahogy nagyon egyértelműen jött. Tökre tetszett az, hogy ja, ezt a kettőt így lehet a legjobban összevonni. A gyógytornának pedig nem csak akkor kellene szóba kerülnie, ha már baj van. A lényeg igazából a prevenció. Az elsőleges dolog az, hogy ne történjen meg a mozgásszervi panasz, és ehhez nagyon sok különböző technika van, ízületi, lágyrészeredetű mobilizáció, vagy éppen stabilizációs technikák. Mi az, amire figyelnünk kellene bringásként? Hogyha nagyon egyoldalú terhelés éri a szervezetet, a mozgató szervrendszer, annak meg lesz a böjtje. Tehát ez az egyoldalú terhelést, amit például a kerékpár is ad, azt ellensúlyozni kell mindenképpen. A legtöbb esetben ténylegesen a lumbális gerincet, a derék az, ami érintett, de nagyon sok esetben a limitáló tényező kerékpárosoknál a nyak. És ez azért van, mert hogy előre dőlt helyzetben vagyunk, és sokan egyszerűen nem is tudják fenntartani ezt a pozíciót, nem is tudnak eléggé előrefele nézni. Ahogy az ülő munkát végzőknek sem elég, kizárólag a bringa felé nézniük. Teljesen jó, hogy ők munka után elmennek kerékpározni, és a kardiovaszkuláris rendszerüket átmozgatják, tehát sokkal kisebb esélye lesz nekik a jövőben szív- és érrendszeri megbetegedésük. Viszont ezzel az egy probléma van, lehet, hogy sokáig fognak élni, viszont ettől még lehetnek fájdalmak, mozgásszervi panaszaik lehetnek ettől még, mert az nagyon egyoldalú terhelés. Tehát egész nap ülnek, felülnek aztán a biciklire, ott is ülnek, és ez a gerinc szempontjából, meg a sok-sok ízület szempontjából ez nem elég. És hogy a gyógytorna mellett mi jöhet még szóba ellensúlyként? Akár egy jól felépített erőléti edzés is, ahol az egész test át van mozgatva, és ezáltal a törzsizmoknak a kontrollja, nem is feltétlenül azt mondom, hogy az ereje, hanem a kontrollja. Tehát mozogni kell. Tehát mozgásszervi panaszokat mozgással lehet igazából megelőzni. Oké, így előzhetjük meg a bajt. De mi van, ha már késő, fáj a derekunk, a hátunk, a nyakunk? Bringázhatunk még valaha? Abszolút kivitelezhető. Szóval nagyon sok kerékpáros van, aki magas szinten kerékpározik, voltak derék panaszai, és aztán meg elmúltak, és nem annyira befolyásolta a kerékpár ezt. Apropó, kerékpár beállítás. Nagyon fontos az, hogy alapból próbáljuk meg a bringát hozzánk alakítani. Nyilvánvalóan mi is tudunk a bringához alkalmazkodni, de sokkal-sokkal jobb az, hogyha a bringa van ránk állított. Ha az embernek van a testméretéhez megfelelő méretű bicaja, és kényelmetlennek érzi, nem kell feltétlenül kidobni, meg lehet csinálni, át lehet mindent variálni rajta. Szemére lehet ezeket szabni. Főleg a hát meg derék problémákkal küzdők szokták, hogy magasabbra emeljem a kormányt. Rengeteg lehetőség van, akár 10-20 centivel is följebb lehet emelni. Nyilván nem lényeg náluk, hogy sportosan üljenek, vagy ilyesmi, az a lényeg, hogy tudjanak bicajozni, és ne fájjon mindenük eközben. Főleg a kormány magasítás, ami számít. A nyereg, akár rugós nyeregszár, egy kényelmes nyereg, az is sokat segíthet rajta. Egy kényelmesebb beállítás sportértékből mennyire vesz le? Szerintem semennyit. Egyszerűen azért, mert hogyha van egy kényelmes bringád, akkor többet tudsz menni, többet fogsz menni, nem lesznek olyan panaszaid, és jobban fogod élvezni, és ez a cél. A Bringás Brigantik fő támogatója a Generália Biztonságért Alapítvány.